Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Halász János országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP szóvivője, és még sorolhatnám feladatait. Skype-on keresztül találtuk meg. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ha megengedi, akkor a kötelező köröket. Szép jó reggelt, üdvözlöm a nézőket, Brajer Péter vagyok. 5783. Hesvánhó 16-án önök a Pirkadatot, a heti televízió reggeli politikai magazinműsorát látják. A polgári naptár szerint 2022. november 10-e csütörtök van. Ma rékák ünnepelnek. 123 évvel ezelőtt született Papp Gyula magyar festőművész, grafikus iparművész, művészetpedagógus, kiváló művész. Róla is emlékezni fogunk, és már is kezdjük a beszélgetést Halász Jánossal, és miután debreceni, kezdjük Debrecennel. Hamarosan elkezdik építeni Debrecenben egy nagy gyárat, de úgy tűnik, hogy nem minden megy simán, hisz az ellenzék népszavazást először helyit, utána országosat akartak. Lesz ebből valami, és ez mennyire fogja késleltetni vagy zavarni a munkát? Nézzem, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből, tehát ez egy kőkemény politikai akció, és nem a gazdaságfejlesztésről, vagy nem őszintén a környezet megóvásáról szól az ellenzék részéről, hanem próbálnak valamilyen politikai támadást indítani. Hát Debrecenben nem egy gyár épül, vagy nem egy fejlesztés van, hanem egy összehangolt fejlesztési stratégia mentén egy olyan munka zajlik, aminek során majd 2030-ra már az országipari termelésének körülbelül 16%-át Debrecen adja, míg ez 2010-ben alig volt 3%. Tehát ez egy tudatos építkezés, és egy olyan központtá, régiós központtá válik Debrecen, amiben nyilván több fejlesztés is van. Itt van a BMW gyár például, de ehhez csatlakozó egyéb fejlesztések itt vannak, mivel elektromos autókat építenek, ezért vannak akkumulátorgyár fejlesztések. Egyébként is itt van ez az energiaválság, amiben nagyon fontos az energia tárolása, hogyha napelemmel energiához jutunk, ahhoz kellenek ezek az akkumulátorok. De Debrecenben emellett zajlik egy nagy környezetvédelmi program, és a CIVAKMA program, ami a város vízellátásával, a város zöldétételével foglalkozik, ami ezzel párhuzamosan történik, és ezek egymásra épülnek. Nincs semmi probléma, csak az ellenzék próbál keresni valami olyan témát, ami jól hangzik, és amivel próbálja becsapni az embereket. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül a népszavazás. Nyilván majd ahhoz tartjuk magunkat, de az biztos, hogy mi mindig el fogjuk mondani, hogy itt milyen átgondolt, építkező, egyébként a környezetvédelmet is ápoló, védő fejlesztések szóval. Na most az ellenzéknek pont ez a baja, hogy állítólag ez az akkumulátorgyár felhasználná a város vízkészletét. Mit tud erre válaszolni? Hát azt, hogy nem így van. Azt, hogy ez ráadásul egy olyan ipari parkban valósul meg, ami egyébként is egy karbonsemleges ipari park, tehát odafigyel mindenre a környezetvédelem területén, és a vízellátás ügyében meg pedig a gyár építése, működése előtt már létrejön, mondom, az a CIVAKMA program, amely mindenfajta vízellátást biztosít, és egyébként is az ipari vízellátása, meg a lakossági vízellátás is egy teljesen különböző téma, amiben pedig összefügg ott meg biztonságban, tehát nem kell semmit félni. Az ellenzék arról is beszél, hogy megrendeltek egy független közvéleménykutatást, és ennek a közvéleménykutatásnak az eredményei azt mondják, hogy a város lakói az idegeneknek nem örülnek, hisz nagyon sok bejáró munkás lenne, de nagyon sokan ott is szeretnének lakni. Nem tudják, hogy ez mit fog jelenteni, de már nem szeretik. Erre mit tud válaszolni? Hát egyrészt kezdjük ott, hogy milyen az a független közvéleménykutatás. Hát vagy rendes szakmai közvéleménykutatás, vagy nem az, amikor már valamikor elkezdik hangsúlyozni azt, hogy független közvéleménykutatás, ott én már gyanút fogok, főleg amikor ezt az ellenzék mondja. Mert hogyha az ellenzék az esetek döntő többségében hazudik és félrevezeti az embereket. Itt van ez Debrecenben is. Na de, igen, ők beszélnek arról, hogy itt majd elárasztanak bennünket az idegenek. De hát erről szó sincs. Egyébként is Debrecen, nézzük az oktatás területét, hogy milyen befogadó város. Hát Debrecenben több ezer külföldi hallgató van.
Most, amikor Debrecenben itt vannak a külföldiek vagy turisták, hát az Debrecennek jó, mindig jó. Az a kérdés, hogy akik itt vannak, ők szabályosan vannak a magyar törvényeknek, az Európai Uniós előírásoknak megfelelően tartózkodnak a városban, és nem mindegy, hogy kikről van szó. Tehát, hogyha arról van, olyan emberekről van szó, akik itt tanulnak, turisták, dolgoznak, azzal a nagy probléma nem lehet, főleg akkor nem, amikor mi itt vagyunk több mint 200 ezeren. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon az irigységre építő ellenzéki politika, ami szerintem helytelen, és biztos vagyok benne, hogy az emberek vannak annyira bölcsek, voltak mindig is, hogy ennek nem ülnek fel. A helyi választási bizottság a helyi népszavazást azt jóvá hagyta. Most a kérdés, hogy az országosat is jóvá fogják-e hagyni? Persze az is kérdés, igen, mert ez az első lépcső, hogy elindulhasson egy népszavazás, de utána az is kérdés, hogy az ajánló éveket aláírják elegen, mert hogyha nem, akkor nem lesz népszavazás. Tehát minden népszavazáshoz szükség van arra, hogy megfelelő kezdeményező legyen. Nem elég csak kitalálni egy politikai pártnak egy csúnya támadást, és azt mondani, hogy hó, népszavazás, az egy komoly dolog, nem is szabad ezzel játszani. Emlékszünk, az ellenzék Budapesten is hányszor játszott ezzel, hó, lesz majd népszavazás. Ilyen ügyben, olyan ügyben, aztán sose sikerült összegyűjteni az aláírásokat. Várjuk meg ennek is a végét. Tulajdonképpen ők ugyanebbe a kategóriába veszik a kormánynak a kérdőíveit, és azt mondják, hogy ők szeretnék ezeket a kérdőíveket begyűjteni, és brikettet, illetve alágyújtós gyártani belőle. Hát ne keverjük a szezont a fazonnal. A nemzeti konzultáció, mert hogy erről beszélünk, egy bevált forma. Már 11 néhány alkalommal volt nemzeti konzultáció az országban, és mindegyik sikeres volt. Sok-sok millió ember válaszolt rá. Az ellenzék mindegyik alkalommal próbálkozott akciókkal, hol próbálta elhallgatni, hol próbálta elégetni az íveket, hol próbálta összegyűjteni, de mindig támadták, sosem értettek ezzel egyet, mert igaziból az emberek véleményére, amikor olyan kérdésekről van szó, hogy nem kíváncsiak. Én mindig, amikor a népszavazásról beszélnek, mondom, álságos az egész. Én ebből látszik, hát hogyha kíváncsiak az emberek véleményére, akkor mindig kíváncsiak lehetünk. Én mit mondok a népszavazásra? Azt, hogyha összegyűlik az aláírás, akkor lesz népszavazás, és majd azt szerint visszük a dolgokat. Ők mit mondanak a nemzeti konzultációs kérdésekre, hogy hát nincs rá szükség. Persze, mert nem kíváncsiak az emberek véleményére, pedig mikor az energiaszankciókról van szó, mert a mostani népszavazás erről szól, ott azért nagyon komoly ügyekről van szó, mindennapjainkat érinti, hiszen miatt van infláció, és erről véleményt kell mondani, hogy a kormány Brüsszelben ennek a véleménynek a tudatában tudja véteni a magyar álláspontot. Egyébként megérkeztek Debrecenben is majdnem mindenhova ezek a kérdőívek, ahová nem oda majd viszi a posta meg az ország többi részére is, és december 9-ig, úgy emlékszem, vissza lehet küldeni, tehát van még idő a dologra. Mindenkinek köszönöm, aki felhívja a figyelmet ennek a fontosságára. Nem mondom, hogy a ívek elégetésével a fontosságára hívja fel a figyelmet, de arra mindenképpen, hogy ez van, és nem elégetni kell, hanem elküldeni a válaszokat, mert azzal tudunk segíteni Magyarországon. Értem, akkor most úgyis, mint debreceni, egy kis debreceni tudósítást kérünk, ön járt közértbe is, segít a feleségének bevásárolni. Most már több mint 9 olyan termék van, amin ársapka van a héten már. Ez történik a tojással is, és a fogyasztási krumplival is. Mit látott, sorbálnak ezért a termékekért? Segít ez a... Nem arról van szó, hogy sorba állnak érte, hanem vásárolnak ilyen termékeket, és a városban mindegyik termékből van minden ilyen alapáros. Tehát nincsen ellátási zavar ezekből nincs, a termékekből? Nincs egyáltalán, nincs, sem a kisebb, sem a nagyobb boltokban. Van, aki néha meglepődik, hogy miért nem vihet többet 5-nél, de vannak ezek a korlátok, de mindig beszerezhető. 5 kiló krumplinál? Konyhánál érdekes lesz, mert itt ugye olyan a szabályozás, hogy a boltokban ez így van, de ha jól emlékszem, a piacon más lesz a szabályozás, hogy meglátjuk, hogy ez hogy igazodik egymáshoz. Értem. Hát így több rakott krumplit fogunk enni, viszont nincs abban semmi rossz. Ez nagyon finom. És tápláló, nem nagyon lehet mellette fogyókúrázni.
Vajon elég időnk van-e arra, hogy a két NATO csatlakozás váró országot ratifikálja a parlament? Én egy parlamenti képviselő is. Hát időnk az, mint a tenger, tehát időnk az van. Hiszen az említett országok NATO csatlakozása akkor lesz véleges, ha mindenki fog, ha mindenki ratifikálja azt, és ugye nem mi vagyunk az utolsók, és ez nagyon fontos dolog. Hát ott van előttünk Törökország, aki... Ezt mindig el is mondtuk, két oldalú tárgyalások is voltak ebben az ügyben, mindenki nyugodt lehet, itt is csak az ellenzék kiabál, majd amikor meg lesz, akkor majd látjuk, hogy na tessék, készen van, meg volt, nem fogjuk ezt mi akadályozni, mindennek megvan az ideje. Ha már egy parlamenti képviselővel beszélek, akkor megkérdezem, mit tenne a borítékba, megkapjuk-e a nekünk járó pénzeket még a lengyelek előtt, vagy nem? Én szerintem igen, hiszen megtettünk mindent, amit kért az Európai Unió. Most van egy újabb elem is, de épp a héten is szavaztunk meg olyan törvényt, meg korábban is, ami az európai megállapodáshoz, az unió kérésére szükséges. Mindent teljesítettünk. A tárgyalások során jöttek újabb kérések, és azon is elkezdtünk dolgozni, bár szerintünk nem nincs rá szükség, de hogyha megtehető a változás, megtesszük, és amit lehet most, amit lehet a tavaszi ülésszakban, de az eddigi megegyezés tárgyalás alapján szükséges változásokat mind megtettük. Várjuk, hogy most itt hónap végén akkor mondjanak valamit, és utána pedig kapjuk is, meg nyíljanak meg a forrás felhasználási lehetőségek. Ezek a pénzek járnak nekünk. Volt egy vita, a vitában elmondta mindenki az álláspontját, elfogadtuk a másik fél kérdéseit, eljutottunk annak a megoldásáig, most következhet akkor a megállapodás véglegesítése, az utalás. Nem nagyon lehet ez másképpen. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul, de én optimista vagyok, főleg, hogy képviselőként is tényleg ezen dolgoztunk, és megtettük, ami szükséges. Ráadásul nagy szükség lenne erre a forrásra, például a pedagógus béremelés miatt, mert az biztosítaná ennek egy jó részét, amit utána persze a magyar költségvetés is áll, nagyon fontosnak tartjuk. Tehát optimista vagyok. Önt, mint képviselőt meg fogja a kormány kérdezni, és feltételezhetően erről is szavazni kell. Mi a véleménye egy újabb kölcsönfelvételéhez, amelyből Ukrajnát támogatnák? Nincs jó tapasztalatunk az ilyen kölcsönfelvételből, hisz mikor a múltkor vett fel az Unió közösen egy kölcsönt itt a helyreállítási alapra, és kapcsán, akkor az se sikerült jó, még most se kaptuk meg. Tehát úgy látjuk, hogy más megoldást kell segít találni Ukrajna megsegítésére ezen a területen, a többi területen is mi pedig mindenben segítünk, befogadjuk a menekülteket, odafigyelünk. Tehát ez úgy látjuk, hogy nem a közös kölcsönfelvétel a jó útján. Köszönjük, hogy ilyen korán reggel rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Halász János, Fidesz országgyűlési képviselő Debrecenből Skype-on keresztül volt a vendégünk. Visszavárjuk mielőbb, és már is megyünk tovább. Következő vendégünk Csintalan Sándor, az újságíró. Tartsanak velünk!